Thank you.
alapítók, alapító tagok, aki jelen van és a nézőtéren ül, hogy fáradjon le közénk. Ünnepeljen velünk még ebben a pár percben. Visszajelentek minket azzal, hogy lefáradnak közénk, hiszen a közös ünnepre és minden születésnapra is szert. Még a legkisebbek is, akik becsatlakoznak a tisztelettörbe. És így születésnap torta nélkül. Ezt mindannyian tudjuk. A mai estére is készült egy torta. Születésnapot ünnepeljünk, Mandi néni pedig. Hogyha szeretnél pár szót mondani, Mandika, akkor megvan rá lehetőség. Továbbra is invitálunk minden kedves vendéget. Igen, tehát egy teljes részt szeretnék kérni. Már tudom, hogy már kellemesen elfáradt, aki szeretnének hazamenni, úgyhogy aki úgy gondolja, semmi probléma, köszönjük, hogy eljöttek, és nagy megtiszteltetés, hogy ilyen szép számmal itt voltak. Nyugodtan el lehet menni, de aki úgy gondolja, hogy még nézelődik, akkor örömmel veszünk. Most az a nagy megtiszteltetés ért, hogy nekem kellene az első torta szeretet megbánni, de hát azért minden nem megy nekem. Én nem vagyok egy tudósú bácsú, úgyhogy kivitálom egy vonalat, mert ez nem lesz bízva, ebből palacsinta lesz. De jó, köszönöm szépen a torta szeretetés helyett. A torta szeleme is. Ó, nem is láttam még ekkora tortát életemben. Milyen bántasság? Torkodás következik. És én azt szeretném kérni még nézőtére is egy kis fényt, ha a tornacsarnokos kollega felgyújtaná, hogy ünnepeljük együtt, lássuk egymást. És tányér, most már otthonosan veszünk itt a dolgokat, és mindenki kiteszi a lepkének, leteszi a botját, kap egy tányér, és mindenki a születésnapi tortából szeretnére vár, és a pezsgőkre, és együtt kocintunk, és szeretném megkérni a koreográfusokat, láttam itt mazsoletoktatókat, és Kati néni, gyertek le akkor, Sáros Madagot itt láttam, Aliszt, és Sátoraja, ugye? Nyíregyháza, gyertek rá akkor, jó, és kocincsatok velünk, köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és érkeznek is a vendégek ide hozzánk közösen ünnepelni. Önöknek ismét köszönöm, hogy velünk tartottak, és engedjék meg, hogy fölhívjam a figyelmüket arra, hogy a Kisvárdai Gászínház és Művészetek Háza egy kiállításnak ad otthont, amely március 10-éig tekinthető meg. A Nyisdán Mazsolet csoport elmúlt 25 évének relikviái, emlékei, képei, fotókban, tárgyakban,
érdemes megnézni. Köszönjük szépen, és reméljük, hogy 5 év múlva újra találkozunk. További sok sikert és kitartást kívánunk az utánpótlásnak, illetve a felnőtt csoportnak is. Találkozunk veletek ugyanitt, és nagyon sok sikert a továbbiakban. Köszönjük szépen, további kellemes estét kívánunk önöknek.